Korbu. Koli felé, az nem rossz indítás, Varga visszatáncol. Koli helyzetben, mit csinál Koli? Berúgja. Vezet a Puskás Akadémia 22. percben, Koli találatával. Próbálkoztak már ezzel többször is a hazaiak, de akkor rendszerint hosszúak voltak azok a labdák. Ugye itt azért Varga mozgását majd érdemes azt megnézni, hogy esetleg nem tudott volna kijönni. Koli pedig ott folytatja a labbajta, a Vidi ellen is betalált, és megint gólt szerez. Na nézzük az indítást. Nincs les. Az egyértelmű. És itt, ahogy Varga visszatáncol, Kolinak pedig még arra is van ideje, hogy nagyjából mennyi ez? 7-8 méterre a kaputól beletopogjon kettőt, hogy igazán el tudja gurítani jobbal. Hát onnan meg azért művészet lett volna kiadni, Koli sem teszi. 1-0.